Akkor sok szobor is van. Akkor azt hiszem, hogy visszasétálunk. Én ez is mióta vágyom, hogy ilyen rendszámtáblát tudjuk fotózni vagy videózni. Itt most már lesz egy pár. Eljöttünk egy kórház mellett, arra is kiírva. Hát szóval semmi extra. Te ezért álltunk meg. Ezért autózunk 3,5 órát. Today's the day. And this is the very first time between 2 o'clock it opened. So if you'd like to sign in, you're among the very first. Well. The feelings of Christmas with its church services and family festivities were also very far away from Kyiv and his 3,000 fellow prisoners. So the construction of the scene depicting the birth of Christ seemed to be the perfect answer to help the men forget their loneliness. Kyiv, an architect in civilian life, directed the planning and construction. He and Horst Wendland, with 4 of their friends, bought the necessary materials with their own money, earned by working in Iowa farm fields. More than 40 years after the war, Kyiv described how the idea for the nativity scene began. Soon Christmas was near, and I decorated the dining room with a Christmas tree and a small nativity scene. I formed small figures about 30 centimeters high out of the loamy soil at the camp and painted them after having dried them on our stoop. On Christmas Day, Colonel Lochtel made an inspection and was very pleased to see our nativity scene. Later, he called me to his office and we had a long talk there. He ordered us to plan a bigger nativity scene for the whole camp next Christmas Eve. Miután megnéztük a Betlehemet, és beszélgettünk körülbelül egy negyed órát a recepción. Igen. Bennünket fogadó emberrel úgy döntöttük, hogy kihagyjuk a... Úgy döntöttük, hogy kihagyjuk a mezőgazdasági és motorsport múzeumot. Valószínűleg nyitva sincs. Továbbra sem volt senki a parkolójában. Igazából azt a tanácsot kaptuk, hogy ahelyett jobban járunk, ha megnézzük azt a Krodovnak nevezett helyet, ahová, amifelé most is tartunk. Illetve a Betlehemről annyit kell tudni, hogy a figurák az egész 1944 és 46 között itt Iowában elszállásolt német hadifoglyok által készült. Ugyanis itt volt 2 évig egy hadifogolytábor, ez jó szó rá. Igen. És a hadifogolytábor, legalábbis az eredeti hely, ahol a Betlehem készült és ki volt állítva, a mostani reptér területén volt, ami mellett most megyünk el. Vagy most fogunk elmenni, legalábbis GPS szerint. Ezt megpróbálom, amennyire lehet mutatni. Nem
biztos, hogy be tudunk fordulni. Á, de ott van POV, Historical Marker. Úgyhogy akkor mégis bejövök. Nem voltam benne, hogy forgalom ezt megengedi. Ez a mostani reptér. Kis városi reptérről beszélünk, természetesen nem nagy nemzetközi reptérről. És itt volt 44 és 46 között a hadifogolytábor. Tulajdonképpen arra épült a reptér, azt mondta. Igazából, tehát a területre nyilvánvalóan. Igen, nem a hadifoglyok szállítására, de magáról a hadifogoly táborról, emlékről összesen ez az egy. Megpróbálom közelebb vinni. Ez az egy emléktábor. Viszont a történet, amit hallottunk, inkább azt szeretnénk ezzel a beszélgetéssel visszaidézni. De egyébként nem sok minden maradt fenn belőle, ahogy el is mondta, mert egyszerűen a barakkokat, miután a tábort felszámolták, például a barakkokat, a helyi lakosok elvitték. És azt mondta, hogy mindenki felhasználhatta, ahogyan szerette volna. Tehát van, akinek terménytároló lett belőle, mások iskolaépülethez használták fel, tehát példát kaptunk ismét, hogy az amerikaiak elég praktikusan gondolkodnak, tehát nem felgyújtották, vagy nem tudom, mit csináltak, hanem hasznosították. És igen, tehát minket a Bethlehem állított meg, és illetve Miklós olvasott róla, nem is én, hogy ez a Bethlehem azért világhíres Algonában, Kossuth megye székhelyén, mert ennek a hadifogolytábornak a lakói közül egy néhány katona készítette, és 1945 óta minden évben meg lehet nézni az adventi időszakban. Illetve most is ma nyílt meg, éppen mi voltunk az első öt látogató egyike, azt hiszem, ahogy elmesélte. És a Bethlehem és az egész hadifogoly tábor kapcsán jött a kérdése Gabinak az, hogy tulajdonképpen miért voltak itt Iowában, vagy akár az egész Egyesült Államok területén belül is német hadifoglyok? Miért érte meg őket Európából átszállítani az óceánnak erre az oldalára? Ez a kérdés indította el az egész beszélgetést. És nagyon kedélyesen elmesélte, hogy van egy rövid válasza, meg egy hosszú. A rövid válasza Henry Wallace. És akkor aztán kezdte a hosszút, mert hogy Henry Wallace neve nem sok mindenkinek mond semmit, igazából nekünk sem mondott semmit, de most ismét tanultunk valamit, mert ő egy iowai farmon született farmer fia volt, viszont a világháború idején Roosevelt elnök mellett ő volt az alelnök. És hát ő tényleg praktikusan gondolkodott az egész háború alatt. Nem volt, aki a földeket megművelje, nem volt, aki a terményt betakarítsa. Tehát igenis szükség volt munkaerőre. Mint ahogyan, hiszen az amerikai fiatalokat, meg nem csak a fiatalokat besorozták, vagyis nem így mondta, hogy besorozták, hanem mindenki jelentkezett. Selective Service-re lehetett jelentkezni, és azt mondta, hogy amiután Pearl Harbor lebombázták a japánok, egyszerűen mindenkiből előtt volt a patriotizmus, jelentkeztek, és nyilvánvalóan akik csak lehetett be is hoztak. Szóval a földeken szükség volt a kézi erőre, vagy egyáltalán mindenféle erőre, munkaerőre, és ezért talán... Mivel mindenkit besoroztak, és a helyi munkaerő nem volt elérhető, mivel tengeren túlon harcolt, ezért jött az az ötlet, hogy német hadifoglyokat átszállítanak az óceán erre az oldalára, azért, hogy segítsenek a farmereknek. Ugyanis kicsit arra viszem a kamerát, jelenleg a traknak a közepén a könyöklőn tartjuk egy állványon, de mi most, én mindig is azt mondom, hogy Amerika éléskamrájában lakunk. Ezek szántóföldek, tengeri szójából búza,
És itt igenis munkaerő kellett a betakarításhoz. Az, aki a földeken kimegy és dolgozik, és ezért jöttek tulajdonképpen a katonák. Itt a reptéren, ahogy az úriembertől megtudtuk, ilyen elosztó tábor, vagy egy ilyen nagy központi tábor volt igazából. És innen vitték szét, tehát ide körülbelül 10 000, vagy még több mint 10 000 katona érkezett, és itt csak 3 000-re tartottak meg Iowában, és a többieket elküldték. Igény szerint gondolom más államokban, vasúton. Nebraskában sokkal több, ahogy néztük a mi államunkat, Nebraskát sokkal több pötty volt, ahol szállásoltak, vagy használtak ilyen hadifoglyokat. És egyébként érdekes volt a történet, elmondott egy pár sztorit, de azt mondta, hogy sokkal több lenne még, amiről tudnának, vagy tudna a helyiek mesélni, de az amerikai katonák és a német hadifoglyok ugyanazt az ételt tették. Nem volt külön konyha, nem volt külön sor, mindenki egy és ugyanazt az ételt fogyasztotta ennek. Igazából praktikus ruhai voltak leginkább. Nem volt se erejük, se kapacitásuk, két étkezés is volt fenntartani. Egyiket a tiszteknek, az itteni katonáknak, farmereknek, a másikat pedig a hadifoglyoknak. A másik ilyen történet volt az, hogy az volt a szabályuk, hogy aki dolgozik, az eszik. Aki nem dolgozik, mármint az eszik alatt azt értik, hogy a rendes 3-4 000 kalóriát, ami egy farmon dolgozó munkásnak jár, megkapja. Viszont aki nem dolgozik, az abszolút a minimumot kapja, tulajdonképpen kenyérvíz. És az SS tisztek, akiket kioszták, azt hiszem azt mondta, hogy 79 SS tiszt volt itt. Ők megtagadták a munkát, vagy nem tudom, hogy hadi egyezmény szerint nem is lehetett nekik dolgozni. Ezért ők megkapták azt a minimum étkezést, ami szabályok szerint járt, és körülbelül 3 hét minimum étkezés után azt mondták, hogy rendben van, akkor mi is dolgozunk. Mert ez az, mert nekik is az az étel kell, ami a többi katonának, a többi közkatonának, aki felvette a munkát. Illetve ilyen történet volt még egy, amit számomra érdekes volt, de a praktikussághoz kapcsolódik, hogy a katonák 2 évig voltak itt. Ahol most vagyunk, december 1-én itt már leesett a hó, és igenis a mínuszfokban a hóesésben télen is kellett dolgozni a földeken. Így volt, hogy azt mondta a farmer, hogy ha már pedig ő nem viszi vissza a katonákat, amiket a táborból hozzászájnoltak, hanem ott tartja magánál éjszakára, mert most csak annyit tenne, hogy visszaviszi, aztán reggel mehet őket felvenni, rossz az idő, tovább tartott a munka, ma éjszakát náluk töltik. És ez nem igazán mondta el, hogy volt, vagy hogy nem, de igen, ilyenkor néha létszámhiányon is kellett foglalkozni a tiszteknek, akik a táborban szolgáltak, felügyelték a katonákat is. Azt mondta egyébként, hogy 30-40 hadifogolyra jutott egy darab őrző. Tehát ezek nem voltak túl őrzött, túl biztosított táborok. Hát én ennyi történetet jegyeztem meg abból, amit elmondott. Hát igen, mert egyébként tehát ez úgy működött, gondolom én, vagy az alapján, amit elmesélt, hogy tulajdonképpen ki lehetett kölcsönözni ezeket a katonákat, tehát el lehetett vinni a munkákra. Tehát egy reggel jelentkezett a farmer, hogy szüksége van 10 emberre, vagy 3 emberre, és akkor annyit vitt el. És egyébként arról is beszélt, hogy egyébként fizetést kaptok. Pontosabban nem fizetés, nem pénzben akkor, amikor még dolgoztak, csak felírták. Hát és én azt értettem, hogy ezt a saját kormányok fizette egyébként, nem? Tehát az itteni kormány. Fizetést kaptak az amerikai kormánytól. Az amerikai kormánytól. És nem felírták, hanem tulajdonképpen jegyrendszerük volt. Amilyen fizetést kaptak, azt a táboron belül tudták elküldeni. Csináltam egy képet a táborról, nem tudom, hogy... várj egy picit. Na, de hát a fizetésről beszéltünk, közben lefordultunk, és egyébként tök szép naplementénk van.
fizette a fizetést. Én úgy értettem legalábbis, hogy az itteni kormánytól kapták. De jegyrendszerük volt, tehát amit kaptak, az nem tényleges pénz volt, hanem a munkájukért cserébe azt kapták, amit egy itteni farmon dolgozó munkás kapott volna. És ezt a pénzt, amit kaptak, csak a táboron belül tudták elkölteni. Tehát ez nem az volt, hogy kimentek a városba és azért azt tettek, amit akarnak, hanem a táboron belül tudták elkölteni. És amikor lejárt, idézőjelben mondom, a két éves szolgálatuk, a hadifogsága, hogy véget ért a háború, mindaz, ami ebből a jegyrendszerből megmaradt, ez volt az, amit te mondtál, hogy összeírtak. És a végén amerikai dollárba kifizették nekik. Tehát végül is pénzzel mentek haza a zsebükbe. Azt mondta a recepción az úriember, hogy nekünk azt mondták, hogy ez azért nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy óriási összeg volt. Tehát az, amit a végén megtakarítottak és hozzá tudtak vinni, az körülbelül 100 dollár volt. Nem tudom, ez 46-ban mennyit ért. Szerintem ez azért nem volt annyira kevés, 46-ban 100 dollár. De valószínűleg nem volt rossz soruk, mert volt, aki visszajött a háború után, és itt folytatta, itt kezdett új életet. Ez egyáltalán nem arról szólt, hogy halálra zsigerelni, megölni a hadifoglyokat, ellenségként kezelni, hanem nagyon is idézőjelben barátilag kezelték igazából, hiszen szerintem ezt jelenti az is, hogy ennek a szolgáltató bizottságon az is, hogy ugyanazt az ételt tették az amerikaiak, mint a hadifoglyi katonák, illetve hogy fizetést kaptak. Tehát a farmerek és egyébként valószínűleg sokszor kapcsolatokat is építettek ki, hiszen nem ellenségként viselkedtek, mert mondta, hogy közülük is nagyon sokan otthon is farmokon dolgoztak, vagy gazdaságban dolgoztak, tehát otthon is a mezőgazdaságban dolgoztak, szóval igazából értettek is hozzá, vagy pedig kíváncsiak voltak és igyekeztek megtanulni dolgokat, tehát amit itt látott és otthon még nem volt, vagy fordítva, vagy milyen más növényeket gondolom én, nem tudom. Azt mondta, hogy igen, hogy meg volt a tapasztalatcserés köztük, hogy ténylegesen tanultak egymástól, hogy figyelj már, te ezt hogy csinálod, én ezt hogy csinálom. Azt mondta, hogy ez teljesen meg volt az iowai farmerek, vagy az itteni amerikai farmerek és a német hadifoglyok között. Hát igenis volt, akinek ez jó jött, hogy úgymond idézőjelben itt tanulhatott. Ez az egész nagy meglepetés volt, mert 15 percet beszéltünk arról, hogy mit tanultunk ott, és... Igen, és egyébként aki a Bethlehemnek a figuráit készítette, mert hogy két nevet említettek meg a történet elmesélése során, az egyikük, aki kitalálta, a másik, aki inkább elkészítette, az valóban visszajött, és az egész életét itt élte le Texasban. Után visszajött. Tehát számomra az is azt jelenti, hogy nem ellenségként és nem halálos ellenségként, hanem partnerként és emberként tekintettek egymásra. Elkerülve a hadszintéről. Nem erre számítottam egyébként, amikor azt mondtam, hogy eljövünk Kossuth megyébe. De ennek a városnak úgy néz ki, ez nagyon jelentős történetében. Azt hiszem, hogy a mesélésben fejezhetjük és folytathatjuk az egészet egy szép iowai napnevetére.
ez még, amit ajánlott a betlehemes helyszínén az idegenvezetőnk, de én most sem tudom, hogy ez pontosan micsoda. Meglehetősen fuga látvány az egyébként, mert tehát első pillantásra látszik, hogy mesterségesen készült az egész, tehát ez nem természetesen lett kialakítva mesterségesen, de őrületesen nagy munka volt szerintem. Nem tudom, lányan csinálták, nem tájékozottam erről, mi az utányokat. Hát az egész mai utazás csak egy adhok ötlet volt. Köszönhetően annak, hogy rettenetesen fújt a szél. Lehet mondani, hogy borzasztóan gicsesen néz ki, mert olyan benyomása is lehet az embernek. Mindent, amit csak találtok, mindenféle követ, csigát, kapott, egymáshoz tapasztottak, és akkor lett belőle valami. Tudod, mi jutott még eszembe róla? Egyébként én leginkább a hangot akartam ezzel az egész beszéllyel felvenni. De nem tudom, hogy ez mennyire fogja visszaadni a telefon, hogy annyira furcsán víz hangzik. Annyira furcsán hallom a saját magam hangját vissza. Tudod, mire hasonlít ez nekem nagyon? Nem. A Junkyard Cassidy-ről, de Austinban. Hát igen, mégis. Rögtön az első mondat az állít, hogy Fanus Dobenstein kezdte építeni, és, vagy gyűjteni a köveket hozzá 1896-ban. Nagyon érdekes. De az biztos, hogy egyedülálló dolog, vagy legalábbis mi még nem láttunk ilyet az óceánnak se melyik oldalán. Kik ízlése szerint majd előtt, hogy... Nézzük meg a többi részét is. Ez az a hang, amit hallok, ez a... Egyébként a megváltó Krisztus, mert Redemption az megváltást jelent szerint. Megváltó Krisztus, nem tudom, hogy... Szentélye, valami ilyesmi. Jó, nem balaszkodok tovább. Nagyon fura a hang is. Jól vidig elő. És van hó. Szerintem ezzel a gift shop-ba ugyanúgy fogsz járni, mint bármivel ma. Akkor irányfél. Még mindig Kossuth megyében vagyunk. Arra nincs tovább. Mondjuk azért elég érdekes köveket szedtek össze. Nem tudom honnan, való miféle kő. Nem tudom megsatszolni, hogy miféle kő, de... Szóval ami felette van is, olyan, mint a Rádannál visz vagy, de... Így hossz. Néz ki, mint a gipsz, amit talált. Sokféle érdekes. Képződmény van itt. A planeta is nagyon szép. Nézd csak, az ott, ami lenn van, az teljesen olyan, mint amit a Petrified Forest-ben láttunk Arizonában.
Majdnem sikerült. Ahogy kiszálltunk, akkor is már. Ez az, amit az elején is, a képeken is láttam, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy ez milyen vallás. Egyébként valamilyen indiai. Azt értem, de amikor a képeken csak ezt látod. Én egyébként reggel, amikor nézegettem, én nem vagyok benne biztos, hogy a Betlehemet még láttam, hanem leginkább ezeket a motívumokat. Nem volt olyan rossz gondolat, hogy feljövök ide. Egyik oldalán egy hagyományos lakotató templom. A másik oldalán egy sima ajvai kis falu házak, gyárak. Teljesen átlagos, szürke, hétköznapi, egyszerű házak. És akkor itt van ez. Ahogy mondtam is, sokkal jobb, mint még akár Texas, Austin, Texas. Kicsi, álmos, a jobbai faluban, Kossuth megyében. Ezt azért jó kimondani, Kossuth megyében. És fél óra után előttünk irányolva.
irányhozunk. Lehet menni, és tök jó melegben. Menjünk be egy kicsit, hogy... Mennyi idő van még, nem tudom. Én azt mondtam, hogy a 11-re hazaérek, engem nem nagyon nem zavar, tehát ez azt jelenti, hogy 11... Fél nyolc, jó számom. Most mondtam, hogy 3:30-ról még előtt, akkor mi nem megyünk haza. Kötve vagy? Próbálom így tartani egy kicsit, hogy... Hát, ha még a városból látszik valami, bár most már nagyon is tudom. Azt írja a GPS, hogy 9-re leszünk otthon. Azt mondja, hogy menjek ki abba az irányba, honnan elfordultunk, de nem tudok. Hát azt tudom, hogy visszamegyek a 15-ösre. Hát ez elég érdekes lesz. Hát ha arra nem tudok kimenni, akkor... És milyen alternate rútok vannak haza? Amit a GPS mond, az szerint nem is, és egyébként minden út a tarkőd. Hát akkor nem tudom. Úgyhogy 15-ösön el tudok menni délfelé egy darabig, és akkor igen, csak ezekről sokkal nem tudom, hogy melyik a... Pocahontas, arra már jártunk. Hozzáadom ezt a Rolfi nevű várost, és akkor talán... Talán meggondolja magát így. Hát arra nem tudok menni. Hát értem. Amelyre ez mutatja. Úgyhogy menjünk el és meglátjuk.
rajtuk kívül még van 78 olyan ember, aki követ minket YouTube-on, és néha megnézi a videóinkat, úgyhogy nekik most köszönjük, hogy eddig eljutottak. Na, csapó!